Kedves barátaim, ez a terem és ez a környezet, ez a közösség nagyon inspiráló. A mai este a Templeton Fellow estéje, én úgy gondolom. A sors kifürkészhetetlen kegye, illetve hát a szervezők különös tréfája egy-két előzenekart is ide berendezett ide a fellow elé, hogy valamit mondjanak különböző témákról. Ezek közül én vagyok az első. Az előadásom, ez a rövid néhány mondat, gondolat, ez nagyon sok mindenről szeretne szólni, de leginkább a tehetségről és a tehetségnek különböző vonatkozásairól, hiszen valamilyen szinten ennek örülve is ülünk együtt a teremben. A tehetség rendkívül sokféle lehet, ezt nagyon jól tudja, aki ide került, akár fellowként, akár szülőként, akár szimpatizánsként, hiszen ő maga is nagyon sokféle formáját élte meg. Én ebből a mai estén két dolgot, a saját kutatási területemet, a hálózatképzést és a kreativitást szeretném kiemelni. Talán az utóbbival kezdeném, mert ez a tehetségnek egyfajta központi kategóriája. Enélkül nem nagyon működik semmi más, amit tehetségnek hívunk. Ez az elem, ez kell, ez mind, sokféle kevercse elképzelhető a tehetségnek, de olyan kevercsönben kreativitásban nagyon kevés, vagy semmi nincsen, az nem nagyon. Hadd idézzem először Poincarét, egy matematikust, aki több mint 100 évvel ezelőtt írta ezt le, amit nem akartam így legalábbis a dián lefordítani magyarra, hogy a tehetség, kreativitás része az igazándiból olyan kombinációknak az összeszűrése, amelyek egymástól távoli dolgokat kötnek össze. És itt az idézetnek az utolsó két szava, a far apart, tehát a távoli dolgok, ez az, ami az igazán fontos. Ha valaki valami olyasmit próbál összekötögetni, ami addig is egymás mellett volt, az lehet, hogy új, de valószínűleg nem lesz kreatív, valószínűleg nem fog aha élményt felhozni a többiekben, nem csodálkoznak rá a többiek annyira erre a megoldásra, sem mint arra, amelyik adott esetben sok mindent távoli módon kötött össze. Igen, már néhányan rájöttek a rókának és a reciprokának a kettősére ebben az ábrában, a mosolyokból láttam. A kreativitás kis K-val vett kreativitásnak az egyik fontos eleme a nézőpontváltás képessége. Tehát nem mindegy, hogy ez a róka, ez így róka és úgy reciproka, vagy pedig ugye fordítva, mind a kettőt valahogy magunkévá kell tudni ahhoz tenni, hogy igazán a kreativitást valahogy el tudjuk élni. A szerepváltás képessége is nagyon fontos a kreativitásban. Nagyon fontos a konfliktusok megoldásában az, hogy ne merevedjünk bele abba a szerepbe, amit az élet, vagy az a helyzet, vagy az a közösség ránk mért. Tehát amikor fellow vagyunk, akkor ne legyünk csak fellow, akkor legyünk mentorok is, akkor legyünk gyerekek is, akkor legyünk sok minden más is, minden tulajdonképpen, ami az élet maga. És ugye ez a gyönyörű Leonardo festmény, fordítva is elképzelhető, tehát nem csak a mennyét lehet a mennyét, és a hölgy lehet a hölgy, hanem hát akár fordítva is. A kreativitásról azt szokták mondani, hogy látni azt, ami nincsen, tehát máshogy látni azt, ami ott van, de néha azt is nem kell látni, ami van, tehát a Van Gogh mellett ugye valószínűleg ismeritek ezt a képpárost, a Nincs Gogh, és nagyon fontos élménye a kreativitásnak, tehát lehet, el lehet képzelni ezt a színpadot most üresen is nélkülem, és lehet, hogy talán jobban is járnánk, hogyha így lenne, de mindegy, egyelőre menjünk tovább. A nagy K-val vett kreativitás az az, ami az igazán fontos. Ez Csíkszentmihályi Mihály definiálta, és azért egy delfint választottam ennek a szerepnek, vagy ennek a fogalomnak a bemutatására, mert ez azt jelenti, hogy nem vacakolok azzal, hogy abban a játékban veszek részt, amiben a többiek eddig részt vettek, gondoljunk vissza a szerepváltás képességére, hanem kiugrom ebből az egész dimenzióból, ebből az egész mezőből, és egy teljesen új dimenziót definiálok, mint ahogy a delfin a levegő dimenzióját definiálja a víz helyett. Ez az igazi kreativitás, tehát ez
az, amelyik egy új játékteret tud mindenkinek, a többieknek is biztosítani. És hát akkor utána Csányi Vilmosra szeretnék utalni, aki ugye szokta mesélni, hogy ilyenkor jönnek a majmok, és akkor kimegy ide a főmajom, és elkezdi azt mondani, hogy hú, és megpróbálja elmagyarázni, hogy erre van a banán. Tehát, hogy az én játékterem az a játéktér, amit szeretnék, hogyha veletek valamilyen szinten meg tudnám osztani. Tulajdonképpen a startup pitch beszédek is erről szólnak, hogy az én játékterem az legyen közös játéktér, át szeretném nektek adni. A nagykával vett kreativitás ilyen új játéktereket definiál, és én azt hiszem nagyon sok fellow már eddig is az életében nagyon sok ilyen új játékteret definiált. A kreativitás rendkívül fontos eleme az innovatív gondolkodás, tehát az újnak a feltalálása, az, hogy olyat gondoljak, amit mások ne. Én azt hiszem, akik a teremben ülnek, kivétel nélkül én úgy gondolom, mindenki ebben valamilyen szinten nagyon jó. Azonban hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ez nem okvetlenül és mindig hasznos. Most néhány kép jön, ahol ilyeneket szeretnénk mutogatni. Ez a villa ugye ott, ez a harmadik, ez azt hiheti magáról, hogy ő rendkívül kreatív, de igazándiból nem lehet vele sok fejet vakarni, meg egy kínai étteremben esetleg. Szóval sok minden el lehet képzelni, de nem lehet őt igazán használni. Tehát nem minden kreativitás hasznos, vagy ugye amikor elgondolkodunk, hogy az olívaolaj ugye olívából készül, akkor mi a helyzet a babaolaja. Ez nem biztos, hogy nyugodt álmot, tehát az ilyen kreatív gondolatok, ugye igen, vagy hát ugye halott Béla, halott, stb. Tehát nem biztos, hogy ugye az egér mindig jól teszi, hogyha másféle egéri átdimenzionálja magát. Némelyik kreativitás kifejezetten ízléstelen. Tehát ez rendkívül kreatív, hogy ezt a kifestő dolgot ugye csak egy színnel, a barna és barnával fessük majd ki, de igen, szóval... Az utolsó példám jön, ez az úr valószínűleg nagyon kreatívan tölti fel gépjárművét, különösen hát válságos időszakban, de hogy utána az el is indul, ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Tehát a kreativitásnak a másik oldala is nagyon fontos, az, hogy kiválasszuk a rengeteg megoldásból, ebből a rengetegből, amit bemutattam, azt, ami hasznos, tehát ami optimális, ami tényleg jó lesz. Tehát a brainstorming nem véletlenül, ha jól csinálják, két részre oszlik. Ugye az egyik részbe behozzák a kajákat, kinyitják a függönyöket, kényelmes székekre leültetik az embert, és mindent lehet kérem mondani. De utána jön a második rész, amikor kiviszik a kajákat, behúzzák a függönyöket, és mit tudom én, milyen sámlikra ültetik át az embert, hogy az maradjon csak ebből meg, aminek igazán van értéke. Tehát ez a fajta rendrakás, állandó önmagunkban való rendrakás, ez egy nagyon fontos eleme a kreativitásnak, legalább ugyanolyan fontos eleme, mint a mindennek a kitalálása, aminélkül persze nincs miben rendet rakni, tehát ugye persze mind a kettő egyformán fontos, de a rendrakásnak is van optimuma. Tehát, hogyha valaki idáig eljut, az nem biztos, hogy szerencsés. Tehát akkor érdemes egy kicsit magunkba szállni, és hát elgondolkodni a dolgon. Hálózatképzés jönni néhány percben, hogyha egy új helyzetbe kerül egy biológiai rendszer, itt mi történetesen egy sejtet vizsgáltunk, de kiderült azóta, hogy ez nagyon általános tulajdonsága a biológiai rendszereknek, a legkisebbektől, az agyunkon keresztül a legnagyobbakig, akkor két dolgot szokott tenni. Az első, amit a képen is látunk, szorosabbra zárja sorait. Tehát, hogy az addigi tudását pallérozza, optimalizálja, gazdaságosabbá teszi olyan értelemben, hogy még jobban, még hatékonyabban, még gyorsabban tudja alkalmazni azt, amit addig megtanult. Ez nagyon fontos. Azonban legalább ilyen fontos az, amit nem annyira szoktunk különösen itt Magyarországon észrevenni, hogy a baj, az új helyzet az a pillanat, amikor ki kell terjesztenünk a tudásunkat. Tehát akkor kell igazán azokkal az emberekkel kapcsolatba kerülni, akikkel nem szeretünk kapcsolatba kerülni, akik zavarba ejtően más dolgokat mondanak, mint amit mi akarunk, akik nem olyat mondanak, nem értenek egyet velünk, utálnak minket, és így tovább, mert hogy ők azok, akik újat tudnak nekünk mondani ebben a szituációban, és ők tudják azt a fajta kreativitást kiterjeszteni kiskából nagykába, amit adott esetben nekünk a saját
kútfőnkből, nem biztos, hogy eléggé sikerül helyzetbe hozni ebben az új helyzetben, amiben szükség lenne rá. Tehát hidakat kell kifejleszteni távoli csoportok között. Felókat is arra szeretném bátorítani, hogyha itt az első sorban ülnek, akkor az utolsó sorban lévő felókkal kezdjenek el beszélgetni majd az előadások végén, és fordítva, mert valószínű, hogyha a mellettük lévővel kezdenek el beszélgetni, az lehet, hogy családtag, vagy ismerős, vagy barát. Tehát azokat a távoli kapcsolatokat kell ilyenkor sok helyzetben ápolni, amelyek nem nyilvánvalóak. Ez a hídszerep pozitív önértékelésen alapul. Tehát érdemes elvégezni a fürdőszobatükörtesztet néha, hogy az ember kimegy reggel a fürdőszobába, és megnézi magát. Reggel különösen jó időszak, mert az ember ugye álmosan, durván, stb. Felébred, másnaposan, stb. Kimegy, és azt látja, hogy valami borzasztó néz rá magára vissza ebből a tükörből. No, akkor elbukott a fürdőszobateszten, ha ezt gondolja. A fürdőszobatükörteszten akkor megy át az ember, ha rámosolyog erre a szörnyedelemre, amit lát reggel a tükörben, és azt mondja, hogy egy boldog, sikeres, mosolygó embert látok itt magam előtt, aki ma is sikert sikerre fog halmozni, például itt a színpadon, nem rólam van szó, majd a többiekről. Magyarán mondva, egy ilyenfajta önértékelés az, amelyik utána örömként tud átmenni másokra, másokhoz, és egy hidat tud képezni még olyanokkal is, akikkel egyébként nem értenék egyet, mert valamilyen szinten az öröm közös. Ez az, amit ha valamilyen szinten el tudunk sajátítani, akkor önműködővé válik, mert egy önerősítő folyamat beindul, és utána már nem annyit kell gondolkodni rajta, mint előtte. A sokrétű életvitel nagyon sokféle megoldást sodorhat az ember életébe, tehát a kreativitás ugrásszerűen megnő akkor, ha rendkívül sok mindent tudunk csinálni. Persze ne szórjuk szét nagyon magunkat, tehát itt is nyilván van egy optimum. Sőt, nem elég a hídszerep olyan szempontból sem, hogyha mindig újat keresünk, akkor a biztonságérzetünk nem biztos, hogy megvan. Tehát mindig vigyázzunk arra, itt most direkt nem arra nézek, tehát valakivel beszélgettem az előadás előtt, és azt újságolta, hogy lett egy barátnője. És nagyon örültem neki, marhára örültem neki, mert szerintem ez volt az egyik legfontosabb dolog, ami a program alatt végül történt vele. Dacára annak, hogy nem erről szól a program. Mert hogy a biztonság érzete az embernek talán a legfontosabb. Tehát azok a szoros kapcsolatok, amelyek épülnek, amelyek családot adnak, amelyek legjobb barátokat adnak az embernek, legalább olyan fontos, mint ezek a hídszerepek. A sokrétű életvitel azért is fontos, és most megint a másik oldalt mondom, mert hogy egy puffer szerepet biztosít, tehát növeli a belső tartalékokat. Pszichológiai mérések kimutatták, hogyha sok minden identitásunk van, akkor hogyha az egyik identitásban kudarcot vallunk, át tudjuk a személyiségünk súlypontját helyezni a másik identitásra. És ott vissza tudunk térni egy sikeres életvitelhez, és utána vissza tudunk lépni oda, ahol kudarcot vallottunk, és meg tudjuk haladni azt a helyzetet, ami valamilyen nagy problémát okozott a számunkra. Tehát ez a fajta súlypont áthelyezés, ez nem csak a táncban, hanem az életben, az identitások közötti súlypont áthelyezés szempontjában is egy kulcskérdés, és ezt meg kell tudni tanulni, és ez persze identitások kellenek. Az előadásom utolsó néhány percében ezt az idézetet szeretném kifejteni. Warren Buffett nekem olyan szempontból egy nagyon fontos ember, hogy nagyon sok bölcsességet tanultam tőle. Ez sem piskóta ez az idézet, ami valószínűleg sokak számára már nagyon ismerős. Magyarán mondva, hogy ha valakit ugye alkalmazni kell, akkor ő azt mondja, három dolog az, amit nagyon meg kell fontolni. Az első az integritás, a második az intellektus, és a harmadik egyfajta energia, egyfajta ilyen megyünk neki, és megyünk tovább, és minden. De hogyha csak a második kettő van, és az első nincs, akkor a második kettő megöli az embert, a céget, és mindent. Tehát magyarán mondva az integritás mellett teszi le a voksát, mint legfontosabb és legelső tényező. És ezt szeretném valamilyen szinten körbejárni az utolsó egy-két percben. Mik ennek az elemei? Most elnézést, hogy ilyen nagyon bonyolult ábrát vetítek, elmondom. Első, figyelem, nyitottság másokra. Ha valaki ott volt az ECSA-nak, az Európai Tehetségtanácsnak a legutolsó konferenciáján Bécsben, akkor Christoph Schönborn bíborost látta és hallhatta, aki megnyitotta az egész konferenciát. Ő egy fantasztikus ember. Tehát ő nem csak mondja, hanem mutatja is,
hogy oda kell figyelni a másikra. Tehát amikor beszélgetek vele, akkor nem a mobiltelefonom, akkor nem a nem tudom én mi, nem tudom, nem min jár az eszem, akkor ott vagyok, és 100%-ig ott vagyok a másikkal, amikor éppen vele vagyok. Tehát ez a figyelemnyitottság, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés. És ebből már következik a mások érdekeinek a szem előtt tartása, mert ha figyelek rá, akkor megértem, akkor azonosulni tudok azzal, amit ő képvisel, és utána persze el tudok belőle fogadni valamit. Nagyon fontos a szabályalkotás képessége, ebben az angolok nagyon jók. Tehát két angol összeül, vitatkoznak, akkor nem szkandereznek, mint a magyarok, hogy melyikünk győz, hogy tudnak lenyomni, ki az a, milyen erő, milyen csellel, vagy nem tudom mivel sikerül nekem valahogy, hanem megalkotják azt a szabályt, hogy ezt a konfliktust a továbbiakban meg lehet oldani kulturáltan, és olyan módon, hogy mindenkinek valamilyen jó keletkezzen ebből a szituációban. Hosszú távon való gondolkodás képessége ugyancsak olyan dolog, amit itt kevésbé szoktunk alkalmazni, fontos lenne. A prioritásállítás, és ezeknek a prioritásoknak minden héten való legalább újragondolása, hogy még mindig úgy vannak-e, és átgondolása, hogy hogyan is kéne átszervezni őket, ez nekem egy minden heti foglalatosság. Minden szombatomat, vagy hát legalábbis valamikor a hétvégén, ezzel töltöm legalább 2 órán keresztül, hogy átgondolom, hogy mik most a prioritásaim. Tudom másoknak is ajánlani. Tudnék, így tudod megmagyarázni azt, hogy változott valami az életedben, nem csak magadnak, másoknak is. És valahol ez az integritás. Így tudod elhitetni másokkal is és magaddal is, hogy te még ugyanaz vagy, dacára annak, hogy már nem ugyanaz vagy. Mert tudod, hogy miből mi lettél. És ez a tudatosság, ez azt hiszem nagyon fontos. El kell tudni azt dönteni, hogy most épp egy szokványos szituációban vagyunk, vagy egy vadonatúj szituációban vagyunk, amelyik vadonatúj válaszokat igényel tőlünk. Mikor kell sútba dobni minden olyan tapasztalatot, amivel eddig rendelkeztünk, mert nem elég annak a helyzetnek a megoldására, amiben éppen most kerültünk. Vagy mikor kell éppen mozgósítani valami régi élményt, amelyik meg tudja oldani ezt a szituációt. Ez is egy nagyon fontos dolog, amit gyakorolni kell. És én azt hiszem, hogy egy ilyen program is talán tud adni lehetőséget erre. És persze alkalmazkodás vagy környezetváltozás, ez is nagyon fontos. Legfontosabb, hagyjunk időt arra, hogy átgondoljuk az életünket. Hagyjunk időt arra, hogy átgondoljuk ezeket a mély kérdéseket, amikkel problémákat tudunk megoldani, méghozzá hatékonyan, kreatívan, a mind a két oldalt vevő kreativitás szintjén. Fontos az, hogy érezzük, hogy egy meditatív, kritikus meditatív képesség, ez nagyon-nagyon általánosan szükséges az élethez, az olgok értelme, jelentése és célja felett, és valamilyen szinten a tapasztalatokból személyes értelmet és célt érezzünk meg. Ez nem okvetlenül az, hogy hogyan váltom meg a világot, hanem az, hogy hogyan éltem meg ezt a pillanatot. Szerettem-e, örültem-e neki, avagy sem. És ezt, hogyha át tudjuk adni akár egy ilyen előadáson, na abból még akár karizma is lehet. Az utolsó idézet, amit szeretnék megosztani a jelenlévőkkel ma, az egy Lincoln idézet, azt mondta, hogy in the end, it's not the years in your life what count, it's the life in your years. Én azt hiszem, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Lassan már a vége fele közeledik a Templeton program, körülbelül 2-3 hónap van a befejezésig, ami igazándiból egyáltalán nem lesz befejezés, de erről majd még később szót ejtünk. Nagyon pozitív élményeim vannak a programmal kapcsolatban. Alapvetően ezek nem is annyira az én élményeim, hanem azok az élmények, amelyek eljutnak hozzám, és ez sokkal fontosabb. Ugyanis nagyon sok fellow-val beszélgettem, nagyon sok fellow-val véletlenségből találkoztam, vagy véletlenségből az interneten összefutottam, e-mailt váltottunk, Facebookon üzeneteket cseréltünk, és így tovább, és igen, változatos módon pozitív visszajelzések érkeztek el hozzám. Tehát tetszett a fellow-knak az, hogy szabad a program. Tehát, hogy nagyon sok minden közül tudnak választani. Óriási élményeket szereztek, tehát nagyon sok olyan külföldi út, emberekkel való találkozás, furcsa, érdekes szituációkba való bemerítkezés adódott ez alatt, most már jó néhány hónap alatt is, amit újdonságnak, izgalomnak, érdekességnek éltek meg, még ők is, ami különös öröm, mert hát azért nem akárkikről van szó, tehát különösen az idősebb korosztály életében hát változatosabbnál változatosabb izgalmak voltak már eddig is. Ami nem vártan jól sikerült, hogy az egymásra
Jézussal való találkozás mekkora élmény, mekkora öröm volt a számukra. Tehát voltak olyanok, akik mondjuk a nyári táborról úgy mentek haza, hogy végre egy olyan közösség, egy olyan csapat, ahol először beszélgetni tudott úgy igazán emberekkel. Mert persze eddig is beszélgetett, de úgy azért nem mélyen, nem fogta meg, nem érezte azt, hogy azon a szinten válaszolnak, vagy abban a mélységben válaszolnak az ő kérdéseire, az ő felvetéseire, mint amit ő igényelne. És hát bizony egy ilyen felónak, mert ugye megint csak azt mondom, nem akárkikről van szó, adott esetben a figyelme mondjuk egy perc. Eszméletlen dinamikus világ lett ez a 21. század, ezért ez az alumni is valami eszméletlen dinamikus dolog lesz, és az a szép ebben az egészben, hogy a hálózatkutatás azt mondja, hogy a dinamikus csoportok az igazán stabilak. Tehát, hogyha egy bizonyos szintet, méretet meghalad a csoport mérete, akkor, hogyha nem dinamikus, akkor az szét fog esni. Nem lehet összetartani rigid módon egy 30-40-314 emberből álló csoportot. Tehát pont ez a dinamika az, amit szerintem éltetni fogja ezt az egészet. Kikerül, mit tudom én, 10-20-30, mert éppen gyereket szül, mert éppen nem tudom én mit csinál, aztán bekerül, mert akkor éppen ráér, akkor épp fontosnak tartja ezt a dolgot, és akkor ez egy ilyen kis pulzáló, nagyon dinamikus valamiként fog tovább menni. Hát ezt szeretnénk elérni. Pont ez a dinamikus hálózatformálás segíti azt, hogy ne csak egy irányba tudjanak kitekinteni, vagy öt irányba, hanem 500-5000 irányba tudjanak kitekinteni, és át tudják azt gondolni, hogy ebből az 5000-ből melyik az a kettő, vagy melyik az az egy, ami a számukra igazán jó. Nagyon sok olyan szituációt éltem én is meg, amikor valami fontos döntést kellett az életében hozni, és volt akkora bizalma a programban résztvevő másik emberek iránt, például irántam, hogy mert kérdezni, hogy mert tanácsot kérni. És tehát merte nagy évben elutasítani azt a tanácsot, amit kapott, ami nagyon jól van, de elindult egy párbeszéd, elindult benne, még azt is el tudom képzelni, talán hogy egy mélyebb gondolkodás annál, mint amit esetleg korábban hasonló kérdéseken gondolkodott. Noha ez csak egy-két esetben, ha csak egy-két esetben volt így mondjuk a 314 felóból, másokat elértünk, de szerintem sokkal több esetben volt így. És én azt hiszem, hogy ez a fajta mély gondolkodás, nekem ez a mély gondolkodás mostanában veszőparipámmá vált, tehát hogy ne reflexből, csípőből válaszoljuk meg az élet kérdéseit, hanem meditáljunk el rajta, találjunk erre időt, és vegyük észre, hogy mik a fontos kérdések, és ott üljünk le magunkkal, vagy másokkal, és beszéljük meg, és mondjuk el, hogy milyen megoldások lehetnek, és tényleg teremtsünk arra lehetőséget, hogy ebben értelmesen próbáljunk megdönteni. Ez egy nagyon fontos dolga egy tehetségnek, minden embernek, de egy tehetségnek különösen, mert hogy ilyenkor jobban észreveszi azt, amikor az élet egy óriási döntéshez sodorta éppen el.